Jó estét kívánok! Ma este műsorunkat egy rendhagyó információval kezdjük. Mint arról hírműsorunkban is beszámoltunk, holnap reggel 8 óra helyett 10 órakor kezdődnek az írásbeli történelemvizsgák Pécsett is. Ugyanis új tételsorokat nyomtatnak a hátralévő tárgyakból, jelentette be a délutáni kormányszóvívői sajtótájékoztatón Magyar Bálint oktatási miniszter. Mindez a magyar nyelven írandó történelem érettségire vonatkozik. Akik idegen nyelven írnak érettségit történelemből, azoknak a vizsga május 21-én lesz. A holnapi új tételeket az iskolaigazgatók a hajnali órákban vehetik át. A pécsi polgármesteri hivatalban jelenleg is egyeztetnek az oktatási főosztály munkatársai. Póla József főosztályvezető arról tájékoztatott bennünket, hogy minden iskolaigazgatót értesíteni fognak arról, hogy hol vehetik át a tételeket, akiket ezúton is kérnek, hogy legyenek elérhetőek az este folyamán. Az érettségi botránnyal kapcsolatos friss információkról Sipos János helyettes államtitkárral is interjút készítettünk. A beszélgetést az este folyamán láthatják még a Pécs TV-ben és 20.30-tól az Ég TV MMX csatornáján is. Most pedig kezdjük a mai képviselői fogadóórát. Ma este a 18-as választókörzet MSZP-s képviselőjével, Meixner Andrással és Molnár Gézával, a Civil Koalíció Pécsért listás képviselőjével találkozhatnak. Ők már itt vannak velünk a stúdióban, és várják a felvetéseket. Szeretettel köszöntöm Önöket! A következő közel egy órában tehát őket kérdezhetik az interaktív fórum műsor keretében. Telefonáljanak, írjanak alapdíjas SMS-t, vagy pedig e-mailt a szokásos címekre. Itt az alkalom, hogy elmondják véleményüket, és első kézből megtudják a válaszokat. Most pedig nézzenek meg egy rövid bemutatást, elsőként Meixner András képviselő úrról. Meixner András júniusban lesz 51 éves. Nős, kisebbik fia egyetemista, nagyobbik fia pedig környezetmérnökként dolgozik. Meixner András matematika-kémia szakos tanári diplomával rendelkezik, jelenleg a PVVRT projektmenedzsereként az Európa Kulturális Fővárosa Program partnervárosai közötti együttműködést koordinálja. A politikus 1989 óta tagja a Magyar Szocialista Pártnak, amelyben jelenleg semmilyen tisztséget nem tölt be. Meixner Andrást először 1994-ben választották meg jelenlegi körzetében egyéni képviselőnek, majd 1998-ban és 2002-ben is ugyanígy szerzett mandátumot. A képviselő a Kulturális Bizottság elnökeként és a Költségvetési Bizottság tagjaként tevékenykedik, miközben ellátja az önkormányzat intézményfejlesztési tanácsnoki teendőit is. Emellett tagja a Nemzeti Kulturális Alapbizottságának. Meixner András pedagógusi szemléletének megfelelően végzi képviselői munkáját, a jóból mindig jobbat, a fejletlenből folyamatosan fejlettet szeretne csinálni. Mielőtt belevágnánk a szokásos menetrendbe, előbb hadd kérdezzek egy teljesen friss dolgot, hiszen ma mindenkit ez a kérdés foglalkoztat az érettségén történtekkel kapcsolatban. Önök személy szerint hogyan látják ezt a kérdést, mit szólnak hozzá? Meixner András az elmúlt ciklusban ugye az Oktatási Bizottság elnöke is volt, akkor talán még inkább érintett lett volna, de így is most is. Igen, hát azt gondolom, hogy felelőtlen emberek felelőtlen játékaival találkozhatunk most, hiszen annak a sok diáknak, akinek most kellemetlenséget okoztak, annak tulajdonképpen azt gondolom, hogy nem lehet megmagyarázni, hogy mégis mi történt. Azok, akik nem tudják megírni időben az érettségi dolgozatot, amúgy is egy felspannolt állapotban, és esetleg éppen ezért rosszabbul teljesítenek. Később nem sikerülhet az egyetemi felvétel, tehát megtörhetnek életpályák emiatt a jó balhénak tűnő, de szerintem nagyon nagy felelőtlenség miatt. Molnár képviselő úr? Hát én egy kicsit más oldalról nézem, mégpedig arról az oldalról, hogy mint általában a diákok mindig kitalálnak valamit, próbálnak puskázni, de ezért túllőtt a célon. Én biztos vagyok benne, hogy az, aki feltette a világhálóra, az nem gondolkodott azzal a sok tízezer diákkal, felnőttel, pedagógussal, hogy mit tett. Most tessék elképzelni, hogy aki felkészült, annak el kellett halasztani a vizsgát, tehát később fognak vizsgázni, de közben jön neki a következő héten újból érettségire kellene menni, amire a felkészülési idő természetesen lerövidül. És amit András is mondott, ez felelőtlen emberek felelőtlen munkája.
A témával természetesen a Pécs TV hírműsorai folyamatosan foglalkoznak. A holnapi nap során is több interjút, riportot készítünk a témában. Figyelemmel kísérjük az eseményeket. És most térjünk vissza a megszokott kerékvágásba. Hallottuk a kis bemutatkozó összeállításban, hogy több mint egy évtizede tagja a képviselőtestületnek, és mindvégig ebben a választókörzetben volt egyéni képviselő a több ciklus során, és úgy ismerheti már ezt a területet, mint a tenyerét. Így van ez? Hát persze, meg tulajdonképpen régebben munkahelyem és lakhelyem között terült el, tehát naponta átmentem rajta amúgy is, de hát azt gondolom, hogy szerencsém is van ezzel a területtel, hiszen nem egy túl nagy alapterületű, ugyanakkor roppant hálás egy körzet, hiszen megtalálható benne mindaz, ami egy választókörzetben szükséges, hogy legyen, van iskola, óvoda, van egy viszonylag nagy szabadidőpark, ahol az emberek szeretnek lenni és az időt eltölteni, vagy éppen pihenni. És ugyanakkor olyan fejlesztéseket is lehet csinálni, amelyek a város egyéb területére is jellemzőek, így például az egészségügyi főiskola fejlesztései jelentősek lesznek a közeljövőben, több százmilliós beruházás indul majd, úgy tudom a jövő évben már elkezdik, idén a terveket készítik, és hát ebben az ember jó, hogyha részes lehet. Erről mindenképpen még sokat fogunk beszélni, a körzet életéről a mai műsorban egy picit még beszéljen magáról. 10 év alatt tulajdonképpen már hozzá ivódott, beleivódott az ön életébe a képviselői munka. Hogyan tudja összeegyeztetni a családdal, a civil élettel, munkával? Hát néha nehezen, mert azért ennek is vannak hullámvölgyei, meg hullámhegyei. Néha vidékre kell menni, néha egyik ülés a másikat éri. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azért úgy gondolom, hogy jó munkabírásom van, tehát tudom tűrni ezt a gyűrődést. Meg abban is, hogy azért elég változatos a munkám, mert gyakorlatilag a közlekedési bizottság az egyetlen, azt hiszem, ami a 10 év alatt, amiben nem voltam tag, az összes többiben igen, tehát átlátom a város teljes területét, és azt gondolom, hogy az embernek kell is ehhez egy jó áttekintés, hogy legyen, hiszen a közgyűlésen már nem mint bizottsági tag jelenik meg, hanem mint képviselő, és hát akkor is, amikor a választópolgárokkal találkozom, akkor is, ha egy konkrét kérdést föltesznek, illik arra tudni konkrétan válaszolni, bár van, amikor ezt nem tudom, tehát akkor mondjuk be kell vallani, hogy most sajnos nem tudom, de utána nézek. Tanári diplomával rendelkezik, de most jelenleg nem a szakmájában dolgozik. Projektmenedzser a PVVRT-nél. Talán inkább a képviselőséggel vág jobban össze most ez a terület, hisz a kulturális főváros témakörével foglalkozik. Igen, én az egyetemen sokáig kollégium igazgatóként dolgoztam, aztán utána váltottam. Most a PVRT-nél dolgozom, és az a munkaköröm, hogy a Kultúra Fővárosa projekthez a vidéki társ kapcsolatokat megszervezem. Tehát itt gyakorlatilag Szegedtől Székesfehérvárig, Nagykanizsáig járom a régiót, a környéket, hát hetente egy-két napot biztosan távol vagyok, na most ezt nem lehetne egy iskolai elfoglaltság mellett csinálni. Ez most egy időszakos munka, utána majd meglátom valószínűleg, ha ez befejeződik, és mondjuk Pécs városa nem nyer, és én ebben mondjuk ne adj Isten, tehát szeretném, hogyha ezt a programot megnyernénk, akkor megint váltok majd, és mást fogok csinálni, de úgy gondolom, hogy a Kultúrfővárosban programban jó esélyeink vannak, hogy nyerjünk, és szeretnék ebben még dolgozni 2010-ig. Ön az MSZP tagja, de nem tölt be tisztséget, ezt is elmondtuk a kis összeállításban. Ez mit jelent? Egyáltalán nem is aktív a pártéletben? Hát több tisztségem volt, voltam én városi pártelnök is az előző ciklusban. Most úgy alakult, hogy éppen nincsen pártisztségem. Ettől függetlenül természetesen a különböző programokon részt veszek, csak az embernek néha váltania kell, tehát mást kell csinálnia, és akkor utána újra teljes lendülettel kezdheti a dolgokat. Következő választásokon nyilván megint indulok tisztségért, illetve hát van, rosszul is mondtam, hogy nincs pártisztségem, dehogy nincs. Megyei választmánynak tagja vagyok, tehát csak ez a megyei választmány, ez
elég ritkán ülésezik, és ebből fakad, hogy úgy érzem, hogy kevés a munka, tehát így, mintha nem lennék funkcióban. Az MSZP tagja így a városvezető koalícióhoz tartozik, mennyire hálás ez a szerepkör ma Pécsett? Én azt gondolom, a várost vezetni mindig hálás a szerepkör. Lehet az embernek nehézsége, sírhat azért, hogy kevés a pénz, mondhatja azt, hogy ilyen meg olyan az ellenzék, meg bármit mondhat, de ettől függetlenül mégiscsak az a szépsége megvan a dolognak, hogy én vagyok azért a felelős, hogy a városban jól menjenek a dolgok, meg azért is, hogyha rosszul mennek, és akkor viszont, hogy így mondjam, el kell vinni érte a balhét. De én azt hiszem, hogy Pécs városában a lehetőségekhez képest jól csináljuk, majd a választók ezt kellően honorálják, gondolom a következő választásokon, de most készült el nem régen egy közvéleménykutatás, ami azért visszatükrözi azt, hogy a városlakók többsége elismeri a munkánkat. Bizottsági tagságokat említettük, a Kulturális Bizottság elnöke és a Költségvetési Bizottság tagja. Ezekről is fogunk majd később részletesen beszélgetni, de van még egy másik érdekes beosztás feladatkör, intézményfejlesztési tanácsnok. Ez mit jelent? Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy a különböző ágazatoknál lévő intézményeket valamilyen formában egységesen kellene kezelni a felújítás és a karbantartás szempontjából. Tehát nem lehet csak kulturális intézmények esetében, vagy nem lehet csak oktatási intézmények esetében ezekről beszélni, de hasonló típusú problémákkal küzdenek, és ezért bízott meg a közgyűlés azzal, hogy készítsek egy felújítási tervet, egy hosszú távút, amit tavaly el is fogadtunk, és ehhez próbáljam meg évente hozzátenni azt a aktualizálást, ami szükséges ahhoz, hogy a pályázatokon induljunk, hogy a felújításokat megfelelő ütemben végezzük. Ez is olyan munka, mint amit az előbb mondtam, hogy vannak benne sikerélmények, és vannak benne persze negatívumok is, mert hát mindig kevesebb a pénz, mint amire igény lenne, és hát főleg a szociális ágazatban elég nagyok az elmaradásaink, ugyanakkor nem tudtunk kellő pénzmennyiséget ebbe az ágazatba mondjuk felújításra hozni. De ez azért is van, mert az országos pályázatokon kevés a lehetőség arra, hogy a szociális ágazatot felújítsuk, ugyanakkor az oktatásban megvan ilyen pénz, tehát ott viszont egy kicsit előre tudtunk futni. Van még egy nagyon fontos kérdés, egy egyéni képviselőnek nagyon fontos a kapcsolattartás a választókkal. Ön milyen módszereket használ, hogyan tartja a kapcsolatot? Hát egyrészt személyeken keresztül, másrészt fogadóórákon, rendezvényeken részt veszek, főleg a Melinda Parkban, mikor szabadtér rendezvények vannak, akkor intenzívebben a nyári és tavaszi, vagy kora őszi időszakban, illetve hát az iskola, az óvoda rendezvényein megjelenek, de hát számtalanok hívnak telefonon is, amikor éppen valamilyen problémájuk van. Telefonszámaim ismertek, a telefonkönyvben is benn vagyok, de a városi tévén is rajt van, interneten megtalálható a telefonszámom, sokan keresnek. Most pedig folytassuk azzal a bemutató összeállítással, melyet másik vendégünkről, Molnár Géza képviselő úrról készítettünk. Molnár Géza 56 esztendős. Élettársa egy alapítvány területi képviselőjeként dolgozik, két saját és két nevelt gyermekére, illetve főként kettő unokájára büszke. Molnár Géza műszaki és művelődés szervezői főiskolai végzettséggel rendelkezik, 1976 óta a Vasutas Művelődési Ház igazgatójaként dolgozik. A politikus nem tagja egyetlen politikai pártnak sem, az 1993 óta létező Pécsi Polgári Körnek viszont igen. A civil szervezet jelöltjeként több önkormányzati választáson is indult, mandátumhoz mégiscsak Kerényi János lemondásával jutott, miután a Pécsi Közlekedési RT vezérigazgatójának kinevezett képviselő megüresedett helyére a civil koalíció őt jelölte. Molnár Géza így 2005. januárjában lett tagja a képviselőtestületnek, amely a pénzügyi bizottságba delegálta a politikust. Molnár Géza úgy véli, hogy civil képviselőként nem kötik meg a kezét pártpolitikai elvárások, így egyetlen feladata a lakossági igények minél teljesebb kielégítése. Meixner András csak nem egy évtizede, ön viszont csak alig pár hónapja tagja a Pécsi Közgyűlésnek. Hogy tetszik? Hát az igazság az, hogy tényleg csak pár hónapja
élem át ezt a másfajta életet. Egészen különös a millió, amibe kerültem. Én úgy gondolom, hogy felelősséggel is jár. Még nem gondoltam, amikor bekerültem, hogy mivel jár. Nagyon sok elfoglaltsággal, és hogyha mindig fel akarok rendesen készülni a bizottsági ülésekre, és fel akarok készülni az önkormányzati ülésekre, hát bizony sokszor éjszakáig tartó kemény olvasás, jegyzetelés, és hát a megjelenés pedig természetes minden közgyűlésen és bizottsági ülésen. De hát időbe telik még rutint szerez a képviselői munkába, eddig mennyire tudott belerázódni? Én azt hiszem, hogy a képviselőtársaimmal nagyon jó a kapcsolat, hisz nagyon régóta ismerem őket, körülbelül 90%-át, viszont magában a munkában nehezen. A pénzügyi bizottságban dolgozom, és a számisztika az nekem egy kicsit nem éppen az erős oldalom, de hát azon is azért keresztül rágom magam, ha nehezen is megy. Önnél mi volt a motiváció? Miért adta a fejét a politikusi pályára? Most már hosszú évek óta szeretett volna bekerülni a közgyűlésbe, tehát volt kitartása, hogy megvárja, még végre sikerül. Mi adja a motivációt? Miért? Én úgy gondolom, és gondolom, hogy nagyon sok ember gondolja azt, hogy valamit tenni szeretne a környezetért, a városért, ahol lakik, és azokért az emberekért, akik az ismerősei. És azt hiszem, hogy egy olyan feladat, amit egy képviselőre hárul, sokkal többet tud visszaadni ilyenkor az embereknek. Biztos, hogy sokkal jobb lenne, hogyha körzetbe indultam, illetve ha körzetből bekerültem volna, mert akkor egy meghatározottabb jellegű segítséget tudtam volna adni az ott élő lakosságnak. Így viszont talán egy kicsit tágabb a lehetőség, mert máshonnan is megkeresnek, és máshonnan is kérnek esetleg segítséget, amit én megpróbálok a képviselőtársaimmal megbeszélni, és meg kell mondanom, hogy nagyon pozitívan álltak a képviselőtársaim hozzám, és a kezdeti nehézségeken át is segítettek. És mindezt hogy tolerálja a család? Ugye a gyerekek már nagyok, de hallottuk, hogy unokák viszont nyüzsögnek a nagypapa körül. Igen, hát ők, nagyon örülök mind a két unokának, nagyon édesek, és tényleg én szeretem őket. Én általában is szeretem a gyerekeket, de hát így most az unokákat különösen. Azt hiszem, hogy az a legnehezebb, mivel a feladatkörömből, ugye a rendes napi civil foglalkozásom szerint a vasútnál dolgozom, és nagyon sokszor Budapestre kell utaznom. Így most, hogy minden második héten, harmadik héten közgyűlés van, így át kellett strukturálnom az én feladataimat, és amit eddig egy kicsit úgy hetente beosztottam, azt most sokszor be kell sűríteni, és bizony, mint múlt héten is, 3-4 napot Pesten tartózkodtam. Így nehezebben tolerálják, és én nehezebben tolerálom azt, hogy nem látom, akiket szeretek, de én úgy gondolom, hogy jó időbeosztással, legalábbis a hétvégeket erre gondolom, akkor a család mindig együtt van, és nagyon szeretek így együtt lenni a családdal. A vasutas művelődési házat vezeti, ez nem önkormányzati fenntartású intézmény. Nem. Tehát akkor ilyen helyzetekben nem kerül, hogy skizofrén helyzet, hogy minél több pénzt szeretne kapni az önkormányzattól. Mennyire tudja viszont kamatoztatni az ottani szakmai tudást a képviselői munkájában? Hát én azért visszatérnék arra, hogy nem szeretnénk menni több pénzt kapni az önkormányzattól, hát dehogy nem szeretnénk, hát minden művelődési ház szeretne menni a többet kapni az önkormányzattól. Meg kell mondanom, nekem nagyon régóta nagyon jó kapcsolatom van az önkormányzattal, ami azt is jelentette, hogy a Vasutas Művelődési Ház közművelődési megállapodást is kötött a várossal, mielőtt még hozzáteszem képviselő lettem volna, jóval előtte, tehát pár évvel ezelőtt, tehát nem annak köszönhető, hogy megkaptuk, hanem én azt hiszem, hogy a művelődési ház munkájának és az ott dolgozók munkájának köszönhetően tudtuk a megállapodást megkötni az önkormányzattal. Hát azért kezdem, hogy természetesen folyamatosan lobbizunk azért, hogy mennél több pénzt kapjunk, hisz a város lakosságára, azon a területen élőkre fordítjuk vissza a megkapott pénzeket, és azokat a pénzeket is, amit mi termelünk meg. Nem tagja egyetlen pártnak sem, ezzel szemben a Civil Koalíció Pécsért szervezetének viszont igen, amely egykor a Pécsi Polgári Kör szervezetéből indult ki. A kettő között mi a különbség? Most nagyobbak lettek?
hogy civil koalíció lett? Úgy lettünk nagyobbak, hogy ugye a polgári kör, de úgy gondoltuk, hogy jobb lenne, jobban meg tudunk mutatkozni Pécs városába, hogyha szélesebb rétegekkel vonunk be, amikor ugye a választások idejére. Így gondolkodtunk akkor, amikor a laktásszal és a nyugdíjas egyesülettel kötöttünk szövetséget, és így indultunk mi civil koalíció Pécsért. És így gondoltuk, hogy nagyobb lehetőségünk lesz több képviselőt bejuttatni a képviselő testületbe, esetleg egy frakciót összehozni, és akkor a mi szemszögünkből, tehát én most csak azt mondom, a mi szemszögünkből, azokat, akik bennünk bíznak, jobban tudtuk volna képviselni. Hát frakciót összehozni nem sikerült. Mik azok a célok, amiket szeretnének elérni, amit most ön képvisel? Nehéz kérdés, mert minden olyan elképzelést szeretnék támogatni, ami Pécs városért és a Pécs város lakosságáért folyik. Ez teljesen mindegy, hogy melyik oldalról jön. Úgy értem, hogy mi szeretnénk, hogyha egyenlő távolságtartást mindkét, illetve mindegyik párttal kapcsolatosan, viszont mindegyik mellé ugyanúgy odaállunk, amikor úgy érezzük, hogy Pécs városáért küzdünk. Mert, és nem azt akarom ebben mondani, hogy bármelyik is nem Pécs városáért küzd, tehát mielőtt még valaki félreértené a gondolatomat, hanem én azt mondom, hogy a mi szemszögünkből, amikor úgy érezzük, hogy az a gondolatmenet, az a cél, amit elhatározott akár a képviselőtestület, vagy akár a városi koalíció, akkor mi az mellé állunk, mert úgy gondoljuk, hogy Pécs város érdeke azt kívánja. Sikerül kimaradni a politikából? Sikerül megtartani ezt a kellő távolságot mindkét oldallal szemben? Mi próbáljuk ezt, és folyamatosan. Tehát nagyon sokszor meg lehet nézni, hát ez egy, ilyenkor lehet mondani, de igenis, van, amikor az ember úgy érzi, hogy erre az oldalra kell szavazni, valamikor úgy érzi, hogy arra az oldalra kell szavazni, és így automatikusan úgy van, hogy valóban önmaga is úgy érzi, hogy a pártoktól teljesen függetlenül tud szavazni. Önnek ugyan nincs saját választókerülete, de nyilván ön is fontosnak tartja, hogy élő eleven kapcsolata legyen a választópolgárokkal. Hogyan oldja meg ezt a kérdést? Nagyon sokszor, nagyon érdekesen a városházán. A közgyűlés előtt nagyon sokan jönnek be a városból, és próbálnak különböző elképzelésekkel tehát nem csak engem, hanem másokat is megkeresni. És akkor, mikor látják, hogy körülöttem ugye kevesebben vannak, mert még ismeretlen arc vagyok nagyon sok úgymondva bejövő polgár előtt, aki kérni szeretne valamit, így megkeresnek és kérdeznek, hogy mit lehetne, milyen megoldást lehetne a különböző problémájukra. És valamikor igenis tudok válaszolni, még ha csak olyan kérdésekben is, hogy megpróbálok utána nézni, és megpróbálok segíteni többek között ilyen egyszerű dolgokat, hogy virágosítás, parkosítás, zebrafej, tehát bocsánat, átkelőhely festése bizonyos helyeken, mert balesetveszélyes, és akkor ezek valóban olyan megfogalmazások, amikre reagálni kell, és meg is próbálunk, vagy legalábbis én megpróbálok akkor utána nézni, és segítséget kérni, és itt a segítség már ott van, hogy akkor igenis megkeresem a képviselő társaimat, és megpróbálom rábeszélni, hogy valóban jó az a gondolat, amit a hölgy vagy az úr nekem elmondott. Kedves nézőink, még egyszer felhívom figyelmüket, hogy vendégeinktől önök is kérdezhetnek. Ragadjanak telefont, vagy pedig írjanak e-mailt, elérhetőségeinket többször is megmutatjuk majd a műsor folyamán. Kérdezzenek a képviselő uraktól, ők szívesen válaszolnak mindenre. Gondolatébresztül pedig most nézzünk meg egy összeállítást, melyet a 18-as választókörzetről készítettünk. A 18-as számú egyéni önkormányzati választókerület Kertáros legrégebbi panelépületeit foglalja magába. Ide a Melinda utca, Keszői út, Maléter Pál út, Viktória utca által határolt terület tartozik. A teljes egészében panelházakból álló lakótelepi körzetben három óvoda, egy általános iskola és a MIOK szakképző iskolája, illetve a Kertvárosi Családsegítő Központ működik. A választókerületben az intézmények sokat szépültek az elmúlt esztendőben.
az Anikó utca iskolában és a szomszédos óvodában szabadtéri eszközökre, játékokra és az épületek szépítésére fordították az önkormányzati forintokat. Nem csak az óvoda, hanem a közterületek is több új játékkal gazdagodtak. A Gyöngyös utca és az Erika utca sarkán például az Európai Uniós normáknak megfelelő játszóteret alakítottak ki, de több a panelépületek között megbújó kisebb játszóparkot is sikerült kicsinosítani. Több területen folytatódott az utcabútorok cseréje, ám a körzetben a további években is bőven lesz megoldandó probléma ezen a téren. A Merinda utcai szabadidőközpont gondozása és a körzet parkjainak folyamatos karbantartása mellett több mellékutca burkolatán sikerült kisebb kátyúzásokat végrehajtani. A Nagy Imre úton a gyalogos közlekedésre figyelmeztető, sárgán villogó lámpákat helyeztek ki, ám a választókerület északnyugati sarkában, a Keszülyi út Nagy Imre út csomópontjában a közlekedési helyzet javítása még mindig várat magára. Milyen a burkolatok állapota, látom, hogy gyerekkocsitól? Igen, hát nagyon rossz, úgyhogy tele van kátyúval a járda is, akkor az utakról nem is beszélve, úgyhogy ezen kéne javítani. Milyen a környék tisztasága, hogy látja? Hát nem valami tiszta, az az igazság, nem mondhatnám. Lehetne rajta változtatni azon is. Ebben az évben az Erika utcai park rendezése szerepel a tervek között. A remek adottságú, ám jelenleg lehangoló képet mutató park megszépítésével új közösségi teret szeretnének biztosítani a környéken élőknek, így megoldódhatna a hajléktalan probléma is ezen a területen. A Valsány utcában a kátyúk megszüntetését várják már nagyon az erre közlekedő autósok, akiknek várhatóan már csak néhány hónapot kell türelemmel lenniük. Ebben az évben megoldódhat az Anikó utca iskola előtti tér burkolatának kijavítása is. Így láttuk mi és néhány járókelő ezt a körzetet. Hogy látja ön a gazda? Ugyanígy. Nem láthatom másként. Annál is inkább, hiszen a tévés kollégákkal együtt jártuk be a körzetet, megbeszéltük, hogy mit érdemes fölvenni. És hát valóban az van, hogy a körzetben tulajdonképpen három probléma van igazából véve. Az egyik, az a kátyuk témája, főleg most már nem csak a külső utakon, ahol nagyobb a forgalom, hanem a belső, a házak közötti területeken, főleg az Erika utca környékén nagyon fölkopott. Próbáltam rá pénzt szerezni, de hát ez milliós nagyságrendű, vagy több milliós nagyságrendű pénzt igényelne. A PVRT-nél annyit ígértek, hogy két héten belül a körzetben az utakon megszüntetik a kátyút, tehát amit itt az előbb láttunk a bejátszásban a Varsány utcában, az már két hét múlva nem lesz kátyú. Viszont azon a területen egy nagyobb burkolatcserét kell megcsinálni, mert ott kátyú-kátyú hátán van, azért is van ott az a forgalom elterelő oszlop. Ugyanakkor folytatjuk az utcabútorok javítását, hiszen hát ezek fából készülnek, részben az idő is tönkre teszi őket, részben pedig hát sajnos a szorgos vandál kezek is besegítenek. És a harmadik pedig megpróbálunk olyan játszótereket kialakítani, ami megfelel az európai normáknak. Itt volt egy kísérlet, ami félig meddig bevált, mert jó meg szép, csak éppen a minősége nem volt olyan, amilyennek szerettük volna, hiszen már elszakadtak a hinták, és ezeket újra kell javítani. De szerencsére a városban az önkormányzat mindig gondoskodik arról, hogy az egyéni körzeteknek legyen olyan forrása, amihez nyúlni lehet, így 1,5 millió forint áll rendelkezésre minden választókörzetnek, és ehhez még a PVVRT körben ugyanannyit tesz hozzá, tehát így durván egy olyan 2,5-3 millió forintot lehet ezekre a feladatokra juttatni. Így sikerült tavaly még az iskolának, illetve az óvodának az udvari játszó alkalmatosságait is felújítani. Idén is fognak erre kapni pénzt, majd a nyári hónapokban ezt megcsináljuk. Visszatérve a kátyukra, nem is csak az utak, hanem a járdák is, például a parkokon átvezető kis járdák, utacskák is borzasztó állapotban vannak, ugye épp egy babakocsit toló apuka szólalt meg, hogy lehetetlen közlekedni. Igen, hát ez ott a Anikó utcai iskola, illetve óvoda előtti térről van szó, ahol eléggé megsüllyedt a burkolat. Tavaly kértem rá egy árajánlatot, hogy mennyiből tudnák megcsinálni, mert csapadék elvezetést meg kéne oldani egyebek, és hát sajnos 2,5 millió forintot
a mondat a legkevesebb. Na most ez az egész körzetre vonatkozóan van ennyi, vagy volt ennyi pénz, ezért ezt nem tudtuk megcsinálni. A PVRT vezetésével próbálok egyeztetni, hogy legalább ezeket a botlásveszélyes ügyeket ott oldják meg. Albert Pártól kaptam is egy olyan ígéretet, hogy a közeljövőben egy helyszíni bejárást csinálunk, és akkor ez ott meg lesz. A másik, hogy fölvettem a kapcsolatot a MIOK-kal, és a MIOK-osok segítenek abban, hogy bozótirtást viszonylag olcsón megcsináljuk, gyakorlatilag az üzemanyag költségen megteszik, hiszen a MIOK egy olyan programot indított ott a Kertvárosban, ami a iskolarendszerből kihullott gyerekeket próbálja visszavezetni és szakmát adni számukra, és ők például parkgondozók és a munkaterületet azt ezeken a közterületeken találták meg. Nagyon szépen kitisztították tavaly évben a temető mellett azt az elvadult területet. Most kihozzuk őket a városi lakótelepi területekre, és most a Melinda Park környékén fognak például ilyen munkákat végezni, de részt fognak venni a fa műveseik a padfelújításokban is. A fiatalok mellett ez ugye egy szervezett keret, de mennyire lehet mondjuk a lakosságot mozgósítani egy ilyen célért, hogy fogjanak össze a lakóközösségek, és ők is segítsenek rendbe tenni a környezetet? Erre is van példa, mert főleg a homokozók van a homok kicserélésére, vagy éppen a megóvására a különböző játszóalkalmatosságoknak összefognak a szülők. Ilyenre több példa is van. Arra már talán kevésbé, ami a bejátszásban megint csak mutatkozott, hogy szemetes a környék. Ugye nem szól rá a másikra, hogy na ne dobja el azt a papírzsebkendőt, vagy éppen papírzacskót. Az is igaz, hogy talán kevés a szemetes, és erre is kéne odafigyelni, hogy a szemét, több szeméttartó legyen. Bár a kukákin vannak az utcán, tehát hogyha valakinek nagyon eldobhatnékja van, akkor azért találna megoldást, hogy ne az utcára dobja. De hát ilyen a közgondolkodás, azért kicsit remélem, hogy a Kultúra Fővárosa program az talán az emberek mentális gondolkodásában is egy kicsit a kultúra irányában fog elmozdítást eredményezni. Molnár képviselő úr, hogy látja mindezt a civilek képviselőjeként, hogy mennyire lehet bevonni az ilyenfajta akciókba a polgárokat? Lehet-e? Biztos, hogy lehet. Mindenkit be lehet vonni, akkor, hogyha megfelelő cél érdekében mozgósítjuk. Tehát én azt mondom, hogy meg kell nézni, hogy azokon a helyeken, ahol úgy érzékelik a polgárok, hogy a saját érdekeik és céljaik miatt tevékenykednek, ott, ha valamit meghirdetünk, biztos, hogy sokan jelentkeznek. Hát ezt lehet mondani bármire. Hát amikor a fásítás volt, vagy a parkosítás volt, sokan jelentkeztek, akire nem is gondoltunk volna. Jött és megkérdezte, hogy mibe segíthet, amibe tudnak. Tehát, tehát olyan célt vázolunk fel előttük, amit úgy érzékelnek, hogy ők meg tudnak oldani. Olyan célt, amihez már eszköz kell, amire fejleszteni kell, akkor ők is látják, hogy ez valami légből kapott valami, és megpróbáljuk őket mozgósítani, arra nem jönnek. De minden másra kaphatók. Tehát sok van, ami nem a pénzen múlik, és sok van, ami viszont tényleg a pénzen múlik. Ugye beszéltünk a kátyúzási dolgokról, meg arról is, hogy 1,5 millió ez a bizonyos képviselői alap, amihez a PVVRT még hozzárak, tehát így durván meg lesz a duplája. De ez a 3 millió is borzasztó kevés egy választókerület életében, amikor egy-egy feladatra el lehetne költeni ezt a teljes összeget. Az idei keretből mire jut? Igen, hát kevés sajnos ez a pénz ahhoz képest, ami kellene. Körülbelül egy olyan 4-5 év alatt lehet körbeérni ebben a körzetben, és azért azt lehet tudni, hogy ez a körzet az egyik legkisebb alapterületű választókörzet, tehát azért ez a pénz nem olyan túl sok. Idén, ahogy mondtam, az utcabútoroknak a javítása történik. Elsősorban a padok fáit cseréljük le ott, ahol elkorhat vagy eltörött. Ezeket nyilván le is fessük. Van néhány olyan kőbútor, ami eltörött, részben szétfagyott, részben pedig úgy gondolom, hogy szétverték, tehát ez az Anikó passzázson található, ez már tavaly meg kellett volna csinálnunk, de hát már nem futott rá a keretből. Illetve
ugyancsak az Anikó passzázson még egy korlátot szeretnék a lépcsőhöz tenni, hiszen elég meredek és sok az idős ember most már ezen a területen is. Továbbá az Erika Parkban egy fajátszóteret szeretnék fölállítani, illetve ott is van egy ivókút, azt megpróbálom a vízművesekkel együtt visszaállítani, helyreállítani. Ezt hát mutatták a képen, hogy teljesen szétverték. Sajnos miután az egy kicsit kieső terület, és kevesen mennek oda, a csövesek oda szoktak, és hát ott aztán eléggé ordinári rendszer van. A közterületfelügyelőkkel, illetve a rendőrséggel már beszéltem arról, hogy a területen egy kicsit talán több járőrözést csináljanak, nem csupán ezért, hanem a lakók ott még a dühöngő, ebben a fiataloknak a talán hangoskodása ellen is szóltak, tehát azt megpróbáljuk egy kicsit visszaszorítani, hogy a megfelelő mederben zajlódjék, tehát hogy minden arra szolgáljon, amire valóban az hivatott, mert az nem baj, hogy kéziláznak, kosaraznak vagy fociznak abban a dühöngőben, csak hát mondjuk amikor már 10 óra után ott szól a diszkó, akkor azért mindenki mérges. Tehát ilyenekkel kell foglalkozni, visszatérve a pénzre, hát körülbelül ezekre a fejlesztésekre lesz elég, illetve az iskolának meg az óvodának az udvari játszó alkalmatosságait szeretném még változatlan ugyanilyen módon rendbe rakatni. Ezekre körülbelül 100-150 ezer forint kell darabonként. Intézményfejlesztési tanácsnokként hogyan látja ezt a körzetet? Mennyi energia, keret jutott az itteni intézmények felújítására? Hál' Istennek azért ezek az újabb intézmények közé tartoznak, még akkor is, hogyha már több tíz évesek, és ezért sok felújításra nem volt szükség, apróbbakra igen. Tehát a Melinda utcai óvodának a tetejét kellett javítani, a tetőszigetelés tönkrement. Ezen túlmenően az Anikó utcai iskolában teljes világítás korszerűsítés történt, az összes világítótestet kicseréltük, és most az európai normáknak megfelelően van a világítás az iskolában. 11 intézményben javítottuk ki, vagy cseréltük ki ebben a rendszerben a világítótesteket, ezek közül az egyik volt az Anikó utcai iskola. Most tervezzük egyébként a tapasztalatok figyelembevételével, hogy a nyáron egy újabb közbeszerzést írunk, és egy nagyobb csomagban egy 30-40 intézményt felújítunk ilyen módon. A Anikó utcai óvoda, illetve a Viktória utcai óvodával kellett még valamelyest foglalkozni. Ugye az Anikó utcában is voltak, főleg az udvaron kellett rendet rakni, mert a gyökerek megmozdították a betonplacot, és hát ott azt rendbe tettük tavaly. A Viktória utcai óvodában ott viszont tetőbeázás van változatlanul. Azért mondom, hogy változatlanul, mert annyi pénzt nem tudtunk rá fordítani, amennyi kellett volna. Tudnivaló egyébként, hogy ezt az óvodát meg kívánjuk szüntetni. Részben azért, mert a nevelési központ felújítása miatt szükséges egy úgynevezett puffer épület, tehát ahova ki tudnak a oktatási intézményből költözni. Itt óvoda fog működni még egy évig. Utána viszont, ahogy említettem az elején, az egészségügyi főiskola fejlesztési területe lehetne ez, amennyiben a közgyűlés ez átadja az egyetemnek. Az egészségügyi kar ezen a részen egy előadóépületet, illetve egy kis mini wellness központot akar építeni, hiszen a képzési irányuk olyan, hogy ezeknek a wellness központoknak a számára képeznek szakembereket, és itt lenne, kialakulna egy kis strand. Még egy fontos kérdés, ami ezt a kerületet különösen érinti, hiszen panelházas lakótelepről van szó. A panelrekonstrukciós program mennyire érinti a körzetet? Folynak-e ilyen munkák? Igen, jelentősen érinti ezt a körzetet is. A számát nem tudom megmondani, hogy hány lakás, de nagyon sokat újítottunk föl közösen a lakókkal, illetve hát a kormányzati támogatás kihasználásával, és ez a program folytatódik.
úgy látom, hogy gyakorlatilag minden harmadik, negyedik ház már elkészült, és a Bókai bizottsági elnök úrral beszélve ezekről a dolgokról tudom, hogy egy újabb a város részéről 300 millió körüli forrást megmozgató, tehát gyakorlatilag egészében véve egy olyan milliárdos nagyságrendű programról beszélhetünk közvárosi szinten. Azt most ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy ez a saját kerületemet mennyiben érinti, mert ugye itt azért a lakóktól is függ, hogy mennyire veszik igénybe, kik pályáznak, kik nem, és itt a közösségeknek össze kell fogni. De ahol megcsinálták, ott nagyon dicsérik, hogy sokkal jobb, sokkal melegebb a ház télen, és sokkal hidegebb nyáron. Kedves nézőink, még egyszer hangsúlyozom, hogy vendégeinktől önök is kérdezhetnek, hívjanak minket, vagy pedig küldjenek SMS-t. A beszélgetést mindjárt folytatjuk, de előbb bemutatunk egy rövid összeállítást, melyet arról a témáról készítettünk, mely Molnár Géza képviselő úr szerint most az egyik legfontosabb kihívás Pécs életében, hisz városunk nem kisebb célért szállt harcba, mint hogy megszerezze az Európa Kulturális Fővárosa címet. A város közvéleményét élénken foglalkoztatja az Európa Kulturális Fővárosa pályázat, amelynek elnyerésére továbbra is esélyes Pécs. A városban biztosra vett pályázati siker után a feladat végrehajtására kell majd koncentrálni, ami több tényezőtől függ. Az első és legfontosabb ilyen tényező a város állapota. Ez a szükséges infrastrukturális beruházások elvégzését, például az úthálózat átfogó rekonstrukcióját vagy kerékpárutak építését és emellett új parkok kialakítását, valamint a meglévő parkok folyamatos karbantartását jelenti. Legalább ilyen fontos előrelépni a köztisztaság terén is, ám addig, amíg a lakosság nem látja át ennek a fontosságát, sajnos hiába való minden erőfeszítés. Különösen igaz ez a turisztikai vonzerővel bíró területeken, ahol csak akkor hozhat látványos eredményt a takarítás, ha a pécsiek nem dobálják el szemetüket saját városukban. A Kulturális Főváros program majdani sikeréhez ugyanakkor a művészeti intézmények állapotának rendezése is elengedhetetlen. A meglévő intézményhálózat elemeinek felújítása mellett például olyan részletekre is oda kell figyelni, mint a kulturális célú épületek akadálymentesítése. Természetesen új intézmények megépítésére is szükség lesz, azonban mértéktartónak kell majd lenni a tekintetben, hogy az új épületek működtetésének feltételeit 2010 után is biztosítani kell. Nem szabad tehát olyan grandiózus épületeket felhúzni, amelyek aztán kihasználatlanul maradnak a remélt kulturális fővárosi év után. Megvan tehát a nagy kihívás, a nagy vágy, a nagy közös akarat. Felkészültünk rá? Szerintem igen. Szerintem Pécs városa az egyik legalkalmasabb város, hogy megkapja ezt a kulturális főváros megtisztelő címét. Ha azt veszem, hogy a régió, a Balkán kapuja, mert ugye már ezt is mondták, tehát mindenféleképpen. Az megint egy más dolog, hogy hát sajnos, vagy most már azt mondhatom, hogy jó, hogy a nagy nehézipar megszűnt Pécs városába. Ezért nekünk másfelé kell nyitni. És hogyha azt veszük alapul, hogy egyetemi város, ha azt veszük alapul, hogy mennyi diák van, ha azt veszük, hogy itt Pécsett és környékén mennyi nemzetiség él, hát a legjobb város. Nem is tudnék mást mondani, mint hogy Pécs városa kapja meg ezt a címet. Próbáljuk más szemszögből nézni. Hogyha azok az intézmények, amiket elképzeltünk, és azok valóban megvalósulnának, és ha azok a parkok, amit szintén elképzelt a város, és az is megvalósulna, azok, és hozzáteszem, hogy a tisztaságot az szinte, hogy mondjam, kötelezővé kellene tenni mindenki számára, a lakosság számára is, és az ide tévedt idegenek számára is, és meg lehetne akkor valósítani azt a célt, hogy amikor végigmegyek a városon, akkor tisztaság van. Nemrégen voltam Londonban, meg kellett nézni London belvárosát. Kutyapiszkot egyáltalán nem lehetett látni, papír darabokat nem lehetett látni. Végigmentem a Green Parkon, ami ugye London belvárosában van, gyönyörű volt,
nem volt, ja, és a szemetesek, amik kim vannak szemetesek, hát nem tudom hány óránként ürítik, de mindig üresek voltak. Holott láttam, hogy folyamatosan dobálták be. Ezeket át kellene nekünk venni. Át kell venni, ami nem kerül több pénzbe, vagy legalábbis minimális pénzbe kerül, az, hogy a szemetesek, amik ki vannak téve, azokat ürítsük megfelelő módon. Mert azok az emberek, és meg kell nézni, ha bemegyünk egy olyan helyre, ami tiszta, ami kultúrált, és véletlenül valakinek a kezébe van a zsebkendő, nem meri eldobni, nem dobja el, keres, hogy hova tegye le. De ha bemegy egy olyan helyre, ahol már 10-15 zsebkendő le van dobva, fogadni mennék, hogy gondolkodás nélkül eldobja. Tehát mi is hibásak vagyunk abban, hogy a környezetünket hogy alakítjuk. Mert hogyha mi a környezetünket úgy alakítjuk, akkor az lakosság is úgy fog reagálni rá. A pályázatunk foglalkozik ilyen kérdésekkel is? Környezetkultúra? Igen, sőt, hát a környezetkultúrával, ökokultúrával egy külön úgynevezett felvezető év fog foglalkozni, ami elég hangsúlyos szerepet fog kapni magában a programévben, tehát 2010-ben is. Sőt, hát gondolkodunk azon is, hogy ezt tovább kell vinni, tehát Liverpool mintájára tulajdonképpen azon is érdemes gondolkodni, hogy ne csupán felvezető évek legyenek, hanem mondjam, hogy levezető évek. Tehát utána is még az az érdekünk, hogy különböző olyan programokat folytassunk, ami már megszokottá vált 2010-ig, és amit nem szabad abbahagyni. Hiszen azért a Kultúrfőváros program az nem csupán a kultúráról szól, hanem az egy új gondolkodású városról szól, egy önmagát másként meghatározó városról, és a gazdaságát is lehet ez alatt érteni, a gazdaság fejlesztését lehet érteni rajta, a turizmushoz való hozzáállását egészen másként éli meg a város, hogyha kulturális főváros lesz, de munkahelyteremtő beruházásnak is lehet ezt tekinteni. Készült erről egy jelentés a közelmúltban, egy Palmer nevű úriember készítette az Európai Bizottság felkérésére. Ebben többek között az, hogy átlagosan egy ilyen kultúrfőváros program 4-5 ezer fix munkahelyet teremt, és ugye hát ennek ezt meg is kell tartani. Amit képviselőtársam mondott az előbb, hogy nem csupán olyan, tehát, illetve hogy olyan épületekben kell gondolkodnunk, olyan beruházásokban, amelyek fenntarthatók, természetesen ez igaz, de az is igaz, hogy olyan léptékben, amihez még nem vagyunk hozzászokva. Mert azért nem csak kultúrfővárosról kell beszélnünk, ez egy eszköz ahhoz, hogy a várost átépítsük, átalakítsuk és hogy fejlesszük, hanem arról is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében egy úgynevezett versenyképességi pólussá válik Pécs, és 100 milliárdos nagyságrendű forintokhoz juthatunk különböző fejlesztési célokra, tehát ha adott esetben nem nyernénk a Kultúrfőváros programon, még akkor is meg tudjuk valósítani azokat az elképzeléseket, amiket itt a városfejlesztés területén elképzeltünk. Készülődik egy nagy beruházás, és nemrég fogadta el a közgyűlés a hangversenyterem, pontosabban zene és konferencia központ helyét, ami a Balokhány-liget lett, ugye, de nem teljes egyetértésben. Önök hogy látják ezt a kérdést? Hát nehéz. Nehéz, mert melyik részéről nézzük. Ugye ha azt gondoljuk, hogy ott ki akarunk alakítani egy olyan központot, amit később is használni akarunk, és ott a Bertnész központ és hangversenyterem és kiránduló és minden, tehát egy helyre próbálunk összpontosítani, akkor ez valóban ez a jó, mert akkor oda megy az ember, és reggeltől estig, vagy akár ugye, hogyha a hangversenyteremben műsor van, akkor tovább is ott lehetek, és a kiszolgáló rész is olyan lenne. Ha azt veszem, hogy esetleg a belvároshoz közelebb, mert ugye itt volt olyan, hogy ha oda kell menni, tehát ki kell menni, hogy megyek át, tehát ott azért van, ott van a vasútvonal, a másik oldalt is fel kell használni, tehát a vasút túlsó oldalát, és hogy ez miképpen menne. A hangversenytermet esetleg zavarja a hang, ha bár ez már én szerintem a mai technika mellett semmi, mert meg lehet oldani. Amin el lehetne gondolkodni, hogy hova építsük, és hova lenne jó. Ha betesszük az úgynevezett tízes, az ugye a gépipari technikum és a Lánc utca közötti része. Én amiatt nem szavaztam meg, és megmondom itt nyíltan, hogy miért nem, én szeretnék Pécs belvárosába több zöldet.
Én szeretném, hogyha, ha ez nem lenne beépítve, hanem itt egy zöld terület lenne. Tehát ne kelljen a ugye hát, mint nagypapa, ne kelljen már a kisgyerekekkel elmenni fel a meccsekre, a zöld területen akarok lenni, vagy a sétatérre, hanem igenis, benne a városban több olyan zöld területnek kellene lenni, ahol a családok esetleg összejönnek, találkoznak egymással, beszélgetnek, netalántán még játszhatnak is ott a gyerekek, mert játszótér is ki van alakítva, és utána átsétálhatom, mert nincs messze az a bizonyos központ, amit megszavaztunk, ami egy másik, egy egészen más millió. A szakma részéről is több támadás érte, ezt gondolok az építészekre és kulturális életképviselői is. Miért mégis emellett döntöttek? Tehát a szakmára visszatérve, én azt gondolom, hogy ha egy szakembernek rossz kérdést tesznek fel, arra rosszul tud válaszolni. Ha egy szakembernek nem mondják meg azt, hogy mik a paraméterek, akkor nem tud jó megoldást találni. Ha a hangversenytermet, csak a hangversenytermet akarnánk felépíteni, akkor valóban erre a tízes tömb lenne a legalkalmasabb, mert ugye ott van egy foghíj, amit építészemmel el kell tüntetni, mert csúnya. Viszont ha abban gondolkodunk, amiben mi gondolkodunk, hogy egy új városrészt építünk föl, és ennek az új városrésznek a területe az a tízes tömbtől a Zsolnai dombig terjed kelet-nyugati irányban, és észak-déli irányban meg mondjuk az Alsó-Balokány utcától a vasútvonalon túlig nyúlik, és közben azt is mondjuk, hogy a vasútvonalat meg akarjuk szüntetni, és ennek ezt csak azért tudjuk kimondani, mert tudjuk azt, hogy amit említettem, 100 milliárdos nagyságrendű pénz áll majd rendelkezésre egy olyan 10 éves távlatban ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, akkor azt gondolom, hogy az építészek is másként nyilatkoznának. Hát a Dunántúli Napló múltkori cikkében volt is erre egy utalás, hogy hát ez csak akkor jó, hogyha egy ilyen városrészfejlesztés történik, és hát ilyen városrészfejlesztésben kell gondolkodnunk. Ez nem csupán azért tesszük, hogy mert nagyzolunk, vagy mert hogy nagyokat merünk álmodni, hanem azért is, mert az a tapasztalat az Európa Kulturális Fővárosa más városaiban is azt jelentette, hogy az egész várost átfogalmazták, az egész várost gyakorlatilag újjáépítették, átépítették, és ezen a nyomon kell elindulni, mert egyszerűen nem vesz komolyan bennünket az Unió, hogyha nem ilyen módon írjuk meg a pályázatot. Ha nem nyerünk, még egyszer mondom, akkor is van arra esély, hogy egy kicsit lassabb léptékekkel ugyan, mert akkor nem kapjuk meg azt a támogatást, amit a kultúrfőváros megkap. Egyébként ez olyan 50 milliárd forint körüli fejlesztési támogatás lenne. Akkor is meg tudjuk oldani ezeket az ügyeket. Kicsit persze lassabban, de egészen más dimenzióban fogunk élni 2007-től pénzügyi dimenzióban legalábbis, mint ahogy most vagyunk. Tehát akkor is marad a Balokány, mint helyszín, hogyha nem nyerünk? Újra kell gondolni, mindenképpen abban az esetben nem nyerünk, de úgy érzem, hogy akkor is elfogadható helyszín. És a végére már csak egy nagyon rövid záró kérdés, egy-egy mondatos választ várok. Kultúra fővárossal kapcsolatban önök szerint mi az az irány, amit követnünk kell a következő hónapokban és aztán a következő években is? Az összefogás milyen irányban haladjon? A kultúra fővárosa tekintetében? Igen. Én azt gondolom, hogy a város minden lakójának egy kicsit végig kell gondolnia, hogy milyen érzés lehet az, hogy 2010-ben ránk figyel a világ, mi vagyunk Európa kulturális középpontja, és úgy is kell viselkedni, ilyen akciókat kell indítanunk, azt gondolom, közösen. Lakossággal együtt tudjuk csak megoldani, a civil szervezetekkel, intézményekkel, diákokkal, öregekkel együtt. Képviselő úr? Nekem az a véleményem, hogy a múltunk olyan, amire építeni lehet. És biztos vagyok benne, hogy ezzel az összefogással, amivel el akarjuk érni a kulturális főváros címet, meg is fogjuk kapni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és beszélgethettünk mindenről. További sok sikert kívánok képviselői munkájukban. Köszönöm szépen, viszontlátás. Kedves nézőink, mi itt a Pécs TV-ben legközelebb egy hét múlva, május 17-én este 19:30-tól tartunk képviselői fogadóórát, akkor dr. Kunst Márta alpolgármester, a 15-ös választókerület MSZP-s képviselője, és Mit József, a 16-os választókerület MSZP-s képviselője lesznek vendégeink. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!